Mindig azt mondom, hogy én tetoválok. Jogos a kérdés, hogy akkor ez nem művészet? Nem akartam ragaszkodni ahhoz, hogy amit én csinálok, az enyém maradjon. Én egy ilyen saját kis univerzumba kerülök, ahol ilyen full meditatív állapotban lehet lenni. Érdekes kérdés ez, hogy mit jelent számomra a tetoválás, mert ugye én rajtam nincsen. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon félek a tűtől. Nem. Semmilyen félelem nincs benne. Mindig elpirulok, amikor esetleg rám azt mondják, hogy tetováló művész, mert ez valahogy én sosem hívnám magamat így. Hogyha én valahogy szóba jön, hogy nekem mi az én foglalkozásom, hívjuk így, akkor én mindig azt mondom, hogy én tetoválok. Jogos a kérdés, hogy akkor ez nem művészet? Mert hogyha viszont művészet, akkor miért nem mondom magam, hogy tetováló művész vagyok? És hogyha a papírra bármilyen minta festése művészet, akkor nyilván ez is egy művészet. De én azt gondolom, hogy egy szint fölött az. Én nem nagyon voltam még soha elégedett. Olyan már volt, hogy azt mondtam, hogy oké, ez tetszett, ezt élveztem, és ez... Ha újra csinálnám, se biztos, hogy másképpen csinálnám. De olyan, hogy azt mondjam, hogy... Gyerekek, valami itt a kérdés? Hát megérkeztem, hát hibátlan. Hát ha valaki ilyet mond, az hagyjam. Az én életemben azok a munkák, amikben nincsen meg a balansz, legyen az a dizájnban, vagy akár a testen, a felhelyezésben, a minta felhelyezésében, azokból hiányzik az a valami, amitől az számomra szép lesz. Egy elég felületes életet éltem. Már olyan szempontból, hogy nem voltak benne csendek. Egyszerűen éreztem azt, hogy én nekem olyan dolgot kell csinálnom, ami kreatív, amivel nyomot hagyok, és ami nem feltétlenül marad nálam. Nekem ez egy teljes mértékben meditatív állapot, mondjuk az konkrétan az a óra, két óra, öt óra, tíz perc, amikor én ezt csinálom. Számomra egyébként ez az egész szakma és maga tetoválás az a csendet jelenti. Amikor ezt kreálom, mondjuk egy mintát, de akár egyébként a dizájnt is, nem feltétlenül magát a bőrön a tetoválást, akkor én egy ilyen saját kis univerzumba kerülök, ahol ilyen full meditatív állapotban lehet lenni. Igen, azt hiszem, hogy más ember lettem ezzel a, hát mondjuk ki, hogy szakmával. Nyilván több időm is van szemlélni a körülöttem lévő embereket, akik mondjuk ugyanabban vannak, amiben én is voltam régebben. Meg nyilván egy teljesen más szegmensét nyitja meg az ember a világnak. Egyébként azt gondolom, hogy a társaságban levés, vagy amikor nagyon pörög az életed, és mindig van valaki veled, körülötted, mindig veled történik valami, akkor az emberi kopik el. Akkor igazán nem tud magával foglalkozni, akkor nem saját maga alakítja a mindennapjait, hanem a mindennapjai alakítják őt. És én például ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudom élvezni az egyedüllétet. Úgy lenyugszik bennem minden, úgy kb. Megköszöni a testem meg a személyiségem, hogy jaj, de jó, hogy találkoztunk megint, hello, hogy vagy. És azokban az időkben érzem azt, hogy tudok is egy picit fejlődni a munkámban. És nem csak a technikában, hanem ami kijön belőlem. Szépség? Szerintem egy szóval el tudnám mondani. Arányosság. Elég egyértelműen tartok egy irányt, és visszaköszönnek a tetoválásaimban alapelemek, ami a geometria. Manapság egyre jobban egy picit ilyen absztraktabb vonalak, ami számomra pont arra szolgál, hogy ezt a balanszt beállítsa mondjuk egy dizájnban. Hogy van a főmotívum, amit szeretnének a vendégek magukra, hogy az valahogy úgy legyen felrakva a testére, hogy az attól a pillanattól kezdve az olyan legyen, mintha az vele született volna. És ne csak oda legyen így, mint egy matrica ragasztva a bőrére. Úgyhogy igazából talán a finomság, úgy konkrétan szakmailag ilyen
mikrobb dolgokat csinálok, úgyhogy lehetne azt mondani, hogy ilyen mikrorealista ábrázolásaim vannak, főleg mondjuk ilyen állatportrékkal kapcsolatban, szóval nem csak túl nagy tetoválásokat egyáltalán. Egyébként szeretem, kihívás, de talán inkább az ilyen finomabb, nőiesebb, hát hogyha ezt kimondom, ezt a szót nagyon, nagyon fognak utálni, ilyen igényesebb. És így mondtam, én mondod ki, hogy utáni fognak. Mondjuk az igény, ez nagyon szubjektív, de számomra igényesebb tetoválásokat csinálok, ami egyszerűen simán, amit mondtam az előbb, harmóniában van a testi az embernek. Nagyon nagy elégedettséggel tölt el az, amikor a vendég boldogan megy el, de abszolút nem egyértelmű, hogy én is boldogan megyek haza. Nem sokszor szoktam belemenni a mértjébe egyébként egy tetoválásnak. Akkor, hogyha valami nagyon fura, akár negatív, vagy akár pozitív irányban, vagy hogyha a vendég magától elmondja persze, akkor meg szoktam kérdezni, de egyébként nem. És ezért valahogy ez ki is alakult bennem, hogy én tényleg magamat szeretném beleadni, és nem pedig a vendégnek a esetleg aktuális fájdalmát vagy örömét a tetoválásba. Olyan volt már, hogy az a kollégámmal történt meg, és az én nekem is olyan, hogy wow, hogy például egy vakfiúra tetovált. És ez már önmagában kimondva olyan, hogy igen, ez megható. Hogy és ez is elmondja azt, hogy a tetoválás önmagában mit jelentett egy embernek. Nem feltétlenül az, hogy nézzétek, mim van, wow, ez engem öltöztet és jól áll a felsőmhöz, hanem hogy ő benne belül, úgyhogy nem is látja, valami olyan jelentéssel bír, ami őt onnantól kezdve, hogy rákerül a bőrére, egy picit hozzáad az ő személyiségéhez és boldoggá teszi. Érdekes kérdés ez, hogy mit jelent számomra a tetoválás, mert ugye én rajtam nincsen. Egyszerűen simán nincs benne a fejembe az a valami, ami miatt az ember elmét tetováltat. Amíg az van, hogy mindig csak akkor jut eszembe, amikor egy vendég megkérdezi, hogy neked tényleg nincsen tetoválásod, addig nem lesz, mert addig minek. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon félek a tűtől. Nem, semmilyen félelem nincs benne.